A közke első látásra egy szűk utcácska, mely nem bővelkedik különlegességekben. Ám ettől az estétől kezdve bekerült a sümegi hangulatos helyek sorába. Nevezetes sikátor lett. S mi kellett ehhez? Egy sztori, mely ott élt a város hírességének, Tóth Endrének lelkében, közel 7 évtizeden át. Az alkotó gyermekkorában nem mert átmenni a közkén, rejtélyes utca volt számára. Ez a félelem most szűnt meg, s ennek örömére a közke avatótól a tábláival jelölt utcácska már kezenyomát viseli. Két bronztáblát tettünk le, a Bosnyák utca és a Árpád utca bejáratánál, és ez egy teljesen új ideám, mert ezt direkt a közkére találtam ki, vagy közkétől ihletődtem meg. A közke avató az emlékház szervezésében jött létre. Közke projektünk egy igazán különleges és nagyon egyedi program. Tóth Endre művészünk a projekt gazda, az ötletgazda. Tavaly novemberben találtak ezt a programot, míg átsétáltunk a közkén, hiszen ő gyerekkorában nem mert belépni ide, és neki 80 évet kellett arra várni, hogy ő végig mehessen ezen a kis utcácskán. És ahogyan végig sétáltunk, megállt a Bosnyák utca földi részén, és azt mondta, hogy hát neki most van egy ötlete, és majd egy hónap múlva elmondja nekem. Úgyhogy ez egy tavaly megszületett ötlet, sajnos egy baleset miatt várnunk is kellett vele, hogy meg tudjuk szervezni, de úgy gondolom talán most érett meg rá a feltétel, és hát egy nagyon érdekes akciót tudunk szervezni. A táblaavató alkalmon András Ferenc Kossuth díjas filmrendező is jelen volt, saját közkés történetét osztotta meg a közönséggel. A város polgármestere Tóth Endrével való ismerettségét nagy kegynek tartja. Nagyon sok ötletet és nagyon sok inspirációt kaptam tőle, és szerintem kap tőle az egész város folyamatosan. Nagyon jó nekünk sümegieknek, hogy ilyen szülöttei vannak ennek a városnak, mint András Feri, vagy a mai nap főszereplője, Tóth Endre. A szervezők felhívására beérkezett pályamunkák díszítették elsőként a közkefalát, valamint irodalmi művekből vett szerelmes témájú idézetek. És ez már átvezet a közke másik attrakciójához, a lakat fal avatásához. S hogy mennyire jelen volt, és talán napjainkban most a lakat fal miatt még inkább jelen lesz az érzelmi túlfűtöttsége szűk sikátorban, azt ez a kedves történet is fémjelzi. Párommal 25 évvel ezelőtt, hát mondhatni azt, hogy itt a közkénél jöttünk össze, mert félúton, tehát az édesanyám és a páromék háza között randevúztunk általában, és hát ez volt a mi szerelmünknek a helyszíne. Tóth Endre művész tanítványaival is itt alkotott, vagyis jelet hagyott. Ezt direkt a közkére találtam ki, vagy közkétől ihletődtem meg. Az itteni szöveg az egy nagyon régi ideám, több mint 40 éves, és azt elárulom, hogy a szövegnek a értelmét egy kicsit megváltoztattam, nem kicsit, hanem drasztikusan, mert eredetileg az volt, hogy ha a szemközti szövegét elolvasod, szeretni foglak. A másik oldalon, ha a szemközti szöveget elolvasod, utálni foglak. Szóval ezt változtattam, hogy szóval minden két szöveg teljesen azonos lesz. A közke avatót a múzeumi estés sorozat követte, Kisfaludi születésnapjához kapcsolódóan Kisfaludi László történész, a család leszármazottja vendégeskedett itt is, mesélt a kapcsolódásokról, szellemi örökségekről, majd előadás következett az érzelmekről. Jövő heti adásunkban még több részletet láthatnak az emlékház programjairól.